rajz. Érdekes dolog, ugye 21. századot írunk, igazi receptet, mint a főzésnél nem lehet adni, nem is kell. Nagyon sok irányból meg lehet közelíteni, egy viszont nagyon-nagyon fontos, hogy külön válasszuk a mesefigurákat, a mesevilágot a valóstól. Ha ez a kettő összekeveredik, akkor baj van, és általában akkor szokott ez előjönni, mikor van egy rajzpályázat például, és kéne tudni állatfigurákat, emberalakot rajzolni, és ez igencsak gondot szokott okozni. Miért mondom ezt? Mert nagyon sokszor előfordul az, hogy kellene, persze vannak olyan témák, amik mesékről szólnak, mindig legyen egy elképzelésünk, amit szeretnénk megvalósítani, de amikor tulajdonképpen embert kéne ábrázolni, akkor egy kicsit bajban van mindenki. A szakember is, de főleg a gyerekek. Mit tudnák tanácsolni? Elsősorban nyugodtan használhatjuk a mobiltelefonunkat, azzal kelünk és fekszünk szinte minden nap, ezt tudjuk. És aki azt mondja, hogy másolni nem szabad, nagyon téved, mert az igazi másolás az tulajdonképpen egy meglévő fotóról vagy mobilról nyugodtan lehet úgymond másolni, képet készíteni. Az mondjuk nem igazán szerencsés, sőt nem is jó, hogyha kopírozunk. Tehát, hogyha rátesszük, és persze mondjuk átlátszik valamennyire a lapon, és úgy rajzoljuk át, ezt nem ajánlom én sem. Azt viszont igen, hogy bátran rajzoljuk, ahogy tudjuk, persze. Elsőre nem fog sikerülni. Ezt tudjuk. Én magam is sokszor még a kezdetek kezdetén gondban voltam. De igenis, bátran be kell vállalni azt, hogy másolunk és próbálunk rajzolni. Amiért mutatnám ezt a két képet, tehát itt ugye erről beszéltem, hogy mit jelent egy olyan fotó, ami a valóságot tükrözi, az illúzióját, hangsúlyozom az illúzióját a valóságnak, mert ugye tudjuk, hogy ez egy sík felület, egy papír, és a valóságban létezik ez az állat. Ez a püsállat is létezik, viszont a kettőt ne keverjük össze. Tehát ez egy mesefigura, egy püsállat, ez pedig egy élő állat. A kettő között az a különbség, ami, mint látszik is, hogy tulajdonképpen érezni kell azt belőle, hogy él, és a másikból pedig azt, hogy egy tárgy. Ezt nagyon könnyen el tudjuk érni, most eddig csak beszéltem ezekről a dolgokról, de hogy mit is jelent, vagyis hát egyik megfogalmazása a rajzolásnak, mint mondtam, nincs recept. Tehát ahányan vagyunk, annyiféleképpen rajzolhatunk, főleg a mai világban, amikor hát a textúra, a faktúrán kívül nagyon-nagyon sokféle módon meg lehet közelíteni, de hát akkor inkább rajzoljunk, mint beszéljünk erről. Szóval, na kérem szépen, kezdjük a két kedvenc kis állatnak a lerajzolását. Ugye beszéltem a körről, vagy hát azt hiszem, hogy az egyik alapvető formája a rajzolásnak, mondjuk veszünk egy kört. Ugye már is használtam a radírt. Nem fog elsőre sikerülni senkinek, sőt, biztos vagyok benne, hogy még másodikra se, de nem is ez a lényeg. Ha megfigyeljük, mértani testekből áll, tehát úgy közelítem meg ezt az egészet, mint aki abszolút vagy nagyon nehezen tud rajzolni, vagy egyáltalán csak szeretne megküzdeni ezzel a dologgal. Tehát, hogy mértani testekkel próbálkozzunk, az azt jelenti, hogy kivált kép a kör, alkalmas ugye a négyzet, a téglalap, a háromszög, ezeket már ismerjük a geometriából. És ezeken kívül nyilvánvaló, hogy maga a vonal, a szabad vonal, ami lehet hullámos, lehet
mondom, hullámos, lehet cikcakos, enervált, már ki is töltem a hegyét, ugye, ugyanakkor lehet nagyon-nagyon lágy, vagy lehet keresgélő. Nagyon egyszerű, ezekkel próbálkozni kell, és egy idő után rájössz arra, hogy milyen csodálatos, milyen jó ez a játék. Tehát ki tudsz lépni önmagadból, és egy más világba kerülsz. Pontosan azért, mert valami más mutat, örömöd, bánatod benne van ebben az eszközben. Már ki is léptél a valóságból, és arra tudsz koncentrálni, amit szeretnél. És nagyon fontos a megfigyelés, a koncentrálás, az 50% siker egy alkotásnál. Mert ezek mind alkotások. Tehát az is alkotás, amikor egy óvodás, csak feltételezem, hogy ő is egy kört csinál, neki ez a kör, és ott a cicája vagy a kutyája, mert ő körülbelül ezen a szinten tudja elérni ezt. Tehát egy óvodásnál ebben benne van minden. A kedvenc állatának, vagy plüssmaciának, vagy cicájának a kedvessége nyilvánvaló, hogy ő a háttérben ugyanígy ceruzával színeket fog rajzolni, de hát ezen a szinten van, ami nem baj. Néha azt mondjuk, hogy firkálás, igen, lehet, hogy ez egy fázis, lehet annak nevezni, de ő már alkot. Később eljön az a fázis, amikor már jobban meg tudja figyelni, és részletekben, tehát ugye van feje, törzse, vannak lábai, tehát szemei, ezeket már megpróbálja jobban, és majd nagy csoportos az iskola első éveiben már jobban meg tudja figyelni, és eljut arra a szintre, hogy mint kezdtük a körrel egy picit, nyilvánvaló, hogyha csak nagyon sémákba gondolkozunk, akkor nem biztos, hogy az a szerencsés, hogyha ilyen cuki kis aranyfigurákat betanulunk, és akkor azt bármilyen esetben bemutatunk, elveszük az alkotásnak az örömét. Tehát én amondó vagyok, hogy a szabad rajzolás az legyen a fantáziára bízva. Akkor is abban a pillanatban, amikor rajzol, nem betanult, eleve kipróbált rajzokat, amik hát nem vagyok ellene, de én azt mondom, hogy az igazi alkotás az akkor születik, és akkor jó, hogyha nincsen sémánk előre elkészítve. Tehát visszatérve a körre, ugye itt gyakorlatilag van egy törzs, van egy fej, van egy nagyobb törzs, mondjuk ez már egy kicsit ilyen formát alkotna, mondjuk a felsőnél, és hát a lábak felénk néznek, de ezt bármilyen irányba tesszük, hiszen ez plusz állat, akkor lehet más irányban is. Most kifutottunk a labból, de az se baj. Hogyha itt ilyen, akkor hát nyilván, hogy megpróbáljuk azt is egy picit érzékeltetni. A fej kicsit lehet nagyobb. Ugye már így. A lábak ugyanúgy kiállnak, és akkor már én azért rajzolom grafittal, mert lehet filccel is, csak azt ugye akkor már nem tudjuk törölni, esetleg a legvégén. Hogyha a macinak lennének lábai, akkor körülbelül így néznének ki, a kéznél úgy szintén, de ez is ránk van bízva. Hogyha mondjuk tehetnénk gombokat, akkor megint egy más lenne, és akkor már kezdünk alkotni, tehát eljutunk egy olyan irányba, hogy nem az lesz, hanem egy teljesen más. Csak az illúzió, vagy a rávetített dolog, ahogy már az óvodásnál azzá válik. Úgyhogy teljesen szabadon lehet bátran kísérletezni. Még egyszer mondom, nem fog sikerülni neked az első pillantás az, amit szeretnél. Hát kell egy kicsit küzdeni, de mint mindenben ebben is természetesen. Na, akkor a fülecské gyönyörűek, ugye lógó fülek. Attól függ, hogy milyen fajta kutya. Szemek azok is lehetnek, szép nagyok, sőt, akkor van egy ilyen része, ugye mondtuk, hogy van háromszög, akár tehetnénk a kör helyett ide egy háromszöget is, de ránk van bízva, tehát most mi azt próbáljuk követni, ami ott van, de az kell legyen, vagy nem biztos, hogy jóval nagyobb a feje, ugye, tehát itt
itt én már is egy kicsit nagyon változtattam, hiszen itt jóval nagyobb a feje. Pontosan azért, mert ez egy mesefigura. A valóságban az arányok, ugye az arányok mások, sokkal, sokkal jobban idomulnak. Ugye egy test az nagyobb, mint a fej, természetesen én már rosszul csináltam, ha azt vesszük, de nincs jelentősége. És akkor lehet, gyönyörűen lehet színezni, majd arra is sor kerül, egyelőre csak rajzoljuk le. Jön az élő, ott már egy kicsit másabb, lazábbak a formák, ugye. Egy kicsit próbáljuk szabadabban kezelni a füle, ennek is egy kicsit játékosabb. Aztán a legvégén jussunk el oda, hogy megpróbáljuk ezeket a kis pamacsokat, a kis szőr dolgokat megcsinálni. Egyelőre a nagy formát próbáljuk elérni, nagy szép, nagy szemek vannak, igaz? Így az óra, az nem csak egy, hát itt ugye mondtam a háromszöget, de azért egy sokkal játékosabb kis forma. Igen, nagyjából így. És akkor majd később lehet finomítani. Szája közelebb van, ugye. Nézzük meg a plüss figuránál. Ott egy megerősített, egy más jellegű, persze a más a fajtá is a kutyának, de nincs, annak sincs jelentősége, egy picit közelebb van. Így, nagyjából ez lenne. Ez lenne, és akkor már közeledünk, ha még szépen majd fogunk teste fele menni. Itt a szeménél nem látszik, de tulajdonképpen maga a szem az nem csak egy golyó, hanem egy nyilvánvaló, hogy a szemgólyó az amúgy az üregben, mint anatómiailag létezik, de annak mindig van egy külső fedése, úgy hívjuk ugye, hogy szemhéj, az állatnál úgy szintén, mint az embernél. De hát ez is majd egy későbbi dolog. Most egyelőre még így néz ki, akkor jön szépen a teste, és akkor... Hát most a hátsó lábak nem igazán látszanak, akár hogyha letakarnánk, akkor szinte csak az első lábak látszanának, úgyhogy lehet, hogy az egy kicsit más téma, ami látszik és ami nem, az akkor mondjuk egy első lábak, és tudjuk, hogy nagyjából ilyesmi lenne. Igen, és akkor a másik egy kicsit hátrébről van. Így. Na, kérem szépen. És akkor megvan. És mennyivel szebb, hogy egy kicsit lazább az egész. Most akkor ha lesz időnk rá, akkor ugye lehet elmenni a részletekbe, ez mindig később alakul ki, és akkor jön a... jön a bundájának a... Tehát még egyszer mondom, biztos, hogy elsőre nem sikerül, de legalábbis nem az, amit igazából elterveztél, viszont ha sokat fogsz gyakorolni, akkor tapasztalni fogod ennek az örömét, hogy milyen jó ezt. Igen, és akkor így eljutottunk egy egészen játékos kisfigú, ugye ebből már valahogy érződik, hogy mozog, él, sokkal, sokkal lágyabbak a formák, amíg egy mesefiguránál merevebbek. Hát a rajzfilm, ugye a rajzfilmnél biztos tapasztaltad, hogy hatalmas fejjel és cingár testtel, akár pálcika emberként is megjelennek, csak így mondom, óriási szemekkel állatok, emberek. Ezt eltúlozva annak szándékosan nyilván, hogy gyorsabban menjen, hogy maga a film, a rajzfilm érdekesebbé váljon. A valóságban nyilván, hogy ez teljesen másképp van, ehhez az anatómiai ismeretek kellenek. Ez egy kicsit hosszabb munka, de ezt is meg lehet tanulni.